Sziasztok, itt lennék egy újabb videóval. Ismét itt horgalszok az út folyón, pergetve. És jött egy demójkó. Ez a szép Strike Plus csalira. Beszereztem egy újat, mert a régét csak elvitte. És itt van egy törés, és amögött mi áll a víz, és akkor a dobálok oda egész úgy le a dajk. És ott húzom vissza. Ő ma a második fogás. Még az állt is egy pont ilyen jött, csak ő visszavárgódott. Pedig ma megemeltem. Hát itt fogok pecázni, aztán meglátom, hogy hogy lesz, mi lesz, menjünk csak el a vidremi. Egyelőre elég jól néz ki a házat. Láttam egy raj domolykót, de jó nagy rajt. Aztán folytatom a pecát. Na hát megvan a következő kapás, nagyon jó kis rávágása volt. Egy fenéki arra küllő. Mert látszik tisztán, hogy balkott a horog a szájába, úgyhogy nem tudom, szerintem rávágott valamivel a horog a szájába. Hát érdekes, ne. Milyen jól el is vette meg a nagyon szép. Elég jó lesznek a halak. Még volt egy pár rántásom, de nem jöttek ki. Na jó, folytatom a videót. Na jött egy újabb hal, neki is egy jó szép hatása volt. Hoppa, fogjam szök le. Ő is innen jött, ahol még fogtam a többit. Jó kis kapásuk van, jó erősek. Minden, na hát folytatom a pecát. Na, jött még egy domolykó. Kicsit lejjebb jöttem. Itt van itt egy fas, ott a part szélinél ott van egy ilyen hallóbb rész. Kicsit lassabban folyik, mintha mélyebb is a víz is oda dugtam be. És onnan jött. Na, folytatom a pecát. Na, észrevettem egy érdekes dolgot. Itt a sekély részben. De a halak ki voltak, mert volt vagy 30. A kő mellett még most is van egy. Elég sok volt, és tényleg voltak nagyobbak is. Ugye a jó 30 cent is láttam. Még most is van ott hal. Még egy van. De elúszok, mert látszik közben. Billeg. Ne, ott van. Na, ha nem tudom, lehet ívnak most, vagy nem tudom. Igen, megpróbál kifogni a nagy part. Na, jött egy újabb domolykó. Kicsit szebbecska, erősebb is volt. Ide szembe voltam ide beállva. És kb. Onnan jött, láttam a cégdösnál, és mondom, bemegyek odaig, és akkor megpróbálom. Na, és jött ugyanarra a csalira. Úgy néz ki, hogy maradok ennél a hányában, még próbálkoztam máshol is, de nem fogtam. Jött egy újabb domolykó. Nem túl nagy. Az is innen jött, innen nem fogtam egyet itt ennél a falnál. Ő is itt partban lő. Jött szépen a fű mellő. Jó erős hal volt. Még remélem fogok. Na, hát sok fogás nélküli idő után jött végre egy hal. Szép becske domolykó. Ugyanarra a csalira. Innek a híd alul, mint a lábartól. Láttam a hídről, hogy vannak jócskán, és nagyobb becskákat is láttam, és remélem kiszerem. Na, nem sokkal a másik kapás után. Jött egy picike domolykó. Épp, hogy bedobtam ma, el is vitte. Én hamar rakom őt is a térbe. Na, jött egy újabb domolykó. Innen lentről a kavicsosról. De megint ide be voltam állva. Bedobtam, alig kellett húzzam egy kavasacsmát. Rávágott. Na, folytatom. Jött megint egy szép kicsi domolykó. Innen áll a részről. Itt a hídom jóval a láb, itt ilyen kavicsoson. Szépen rávágott. Na hát jött egy újabb hal. Ugyanonnan, ahonnan az előző. Ugyanakkor is körülbelül.
Neki mondjuk ma jobban a jó fut. Na, jött egy újabb fa, és nem is akar milyen csalira. Egy ilyen mini popper rájött. Nem gondoltam volna, hogy ez a csali jó, ilyen jó. Nagyon szépen megakadt. Na, folytatom a pecát. Na. Popper kérem még jött fa. Egy kisebb domói kulcsuk, azt nem tudom, hogy melyik. Na, csak állt. Nem az. Átcsa. Mint az jött. Mindig négyből valamelyik jött, nem tudom. Aztán még amiről fogunk. Na, hát az a horgászat ennyi lett volna. Hát kapásunk volt bőven. A nagyobb bar nem akarták megmutatni magukat. Volt több rávágásom, de ilyen nagy rávágás. És volt, hogy ma valamennyire haladt a kis ikarítvára, azt mondom, hogy minden rám jött ki. Mi volt velük, de nagyon nem jöttek a nagyok. Na, jöttek szép domolykók, egy szó fanékjáró küllő. Hát ezeket a halakat most nem engedem vissza. Nagyon jó hájra fognak kerülni. Elviszem őket egy halastóba. És egy jó kis telepítés lesz oda. Nem tudom, hányat fogtam, olyan 15 körül. Itt van a küllőnk. Itt szólnak erős, hát remélem tetszett a videó, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok föl. Sziasztok!